Na mi a helyzet, gyerekek? Az a helyzet, hogy feladtam a harcot a szerverrel. Elegán volt a taknyolásból. És visszaküdtem a processzort. Hát nem küdtem vissza, hanem kértem egy refundot. Ja, azt írják, hogy nem kell visszaküldeni, mert ugye írtam, hogy megvoltak hajóval, lábikók, ugye pénzt visszaküdték, s... Ja. Na úgyhogy azt az a fel van adva a Server Project, úgyis már öreg volt, meg hangos, meg még kellett volna belévenni még alkatrészeket, hogy kicsit feltuningolni, úgyhogy nem éri meg. No, de viszont megvettem egy laptopot. Yay! Nagyon jó üzletet kaptam. Nézzétek ezt meg, gyerekek. EliteBook 840-60p HP. 4 giga memóriával, 320 giga hard drive, Intel Core i5, Windows 7 Pro. 89,99, tehát $90 plusz $19 shipping, tehát $109 összesen. És egy nagyon-nagyon jók ezek a HP laptopok. Ugye i5-ös procival, meg beépített webcam, hát egy webcam ennyi, gyerekek, egy jó webcam $100, ebbe HD webcam van. Na, azért volt ez olyan olcsó, mert egy kicsit a tokja meg van tépa, az ugye vannak rajta karcolások, meg itt ott betújpadva. Például itt is látja, a sarkánál megvan egy kicsit a doboz nyomódva. Na, de you get what you pay for, man. Tehát ennyi pénzét ilyen adnak, hogyha elküldesz $200, 250-et, akkor kapsz karcolásmentest. Na, de a lényege nekem itt van a processzoron, i5-ös, 25-20-as. Úgyhogy memóriát majd még lehet beletenni. Nagyobb merevlemez lehet beletenni. You bought this item. Na, vagy ki, mikor vettem meg vasárra? A tegnap kaptam az értesítést, hogy el is postázták már. És azt írja a poista, hogy expected delivery day Friday, tehát péntek február 5-ére ideér Washington államból jön. Meg ott balról fent a sarokban van Kanadával határos. Jó messze van innen, ahogy 3000 mérföld. Na! Úgyhogy végre megvan a... lesz egy második gépem, hogy jobban tudok dolgozni, egyiken konvertálni, másikon webcames videót csinálni. És jó, megnöveli az efficiency-t, hatékonyságomat és a produktivitásomat. Meg legyen ugye kettő, legyen kettő darab, legyen egy backupnak, úgyhogy ja, ezt a gépet, hát majd teszem erre is a Windows 10-et, de azt csinálom előbb, megjön az. Csak előbb ki kell takarítsak, mert a hard drive-on is alig van 3 giga üres hely. Na, de Windows, hogyha Windows 7-esetek van, akkor upgrade-eljétek fel június előtt, mert ingyenes. Június vagy július, azt hiszem. Utána fizetni kell. Úgyhogy mikor megjön ez a HP, ezen 7-es van, de nyomom fel egyből 10-esre. Mi van rajta? 7-es Pro, 64 bit. Tehát nyomom fel egyből 10-esre, és kezdem installálni ugye a programokat, amik nekem vannak, hogy lám minden működik-e 10-essel, biztos igen. És mikor az annyira be van állítva,
hogy lehet azonban dolgozni és videókat csinálni, akkor csinálok egy friss backupot erről a laptopról, és akkor azt is upgrade-elem a Windows 10-esre. Na, ez a terv így dióhéjba, és az ilyen webkemes videókat ezentúl majd azzal fogom csinálni, mert ezen komolyabb a webcam, azon a HP laptopon HD webcam van, és ezen a régi Lenovo-n ezen csak olyan gagyi, mit tudom, 640x480-as. Na jó! Amúgy úgy tesztelgettem, a tegnap letöltöttem a izét, Camtasia Studio-t. És tesztelgetem, de nem tudom, ti használtátok-e? Jókot hallok róla, de azzal is lehet screen recordingot csinálni. De az, amit most használok, az a Screen Customatic. Ezt nagyon szeretem. Hol van a zikonja? Screen Customatic. Nagyon vagány ez a program. Na! Ennyi volt dióhéjba az update számítógép ügybe. Alig várom, hogy megjöjjön. És jó, köszi még egyszer a tanácsokat mindenkinek. Majd lehet, hogy veszek még egy desktopot is, vagy összerakok, majd meglássuk. De egyelőre ez volt, amit megengedhettem magamnak. És ami a legjobban fekszik, ugye, most minden szempontból. Mert még mindig hájszükibe vagyok, ugye, tornácot még nem építettem meg. És ezt lesz a legkönnyebb hordozni, meg minden. Ja, eBay, amikor veszed, akkor oda kell figyelni, ugye meg kell nézni előbb az eladónak a feedbacket, tehát 100% pozitív feedback, 324 feedbackje van, hogy tudod, hogy jó a reputáció, és akkor ugye elolvasod a leírást. Tehát aminél azt írja, hogy abused, az azt jelenti, hogy használt, de jó állapotban van, használható állapotban van. De amelyiknél azt írja, hogy for parts or not working, tehát hogy csak alkatrésznek, vagy hogy nem működik, akkor az azt jelenti, hogy az hibás, tehát az nem garantálja, hogy hogy tudod használni. De amikor használt kondícióban van, akkor azt jelenti, hogy használva volt, és lehet vannak rajta ugye jelek, kozmetikai hibák, karcolások, mit tudom mi. But is fully operational and functions as intended. De viszont ugye működik, ugye, hogy működnie kell. Tehát ez azért fontos, ugye, mert hogyha nem írja ezt itt, van amelyeket csak úgy arulják, hogy ez is. Ez is. És az nem jó, mert az azt jelenti, hogy nincs garantálva, hogy működik. Mert hogyha ez azért fontos, ugye, már hogyha így megveszem, megérkezik, és a gép nem kapcsol be, vagy nem működik, akkor vissza tudom küldeni, és vissza tudom kérni a pénzem. De hogyha azt írja, hogy ez is, vagy for parts, or not working, vagy mit tudom én, vannak, akkor nem tudod visszaküldeni. Úgyhogy fontos megnézni is, hogy tehát ugye általában három van, az új, a new, van a used, amelyik használt, de jó működő állapotban van. A harmadik kategória az alkatrésznek, vagy ez is, tehát úgy, ahogy van,
semmi garancia. Aztán itt el lehet olvasni pontosan, hogy itt írja le, de new, brand new, new other, lehet ugye új, ami már ki volt nyitva mondjuk a dobozból, de még mindig tiszta új. Lehet refurbished, ami ugye refurbished, tudjátok mi az újból. Újra kondicionált, na magyarul nem tudom, hogy mondják. Seller refurbished, ami ez a manufacturer gyártó által újra kondicionált, vagy az eladó által kondicionált. És used, a használt, amelyik még kicsit ugye banged up, egy kicsit karcolt, meg ilyesmi, de még működik. Vagy van a másik, az amiről beszéltem, for parts or not working. Tehát ezt megveszed, de közben van, amit úgy árulnak, hogy for parts or not working, de ebbe férne a use kategóriába is, mert sokan ezek a recycle cégek, ugye jönnek be ezek az régi laptopok, meg minden, sokan nem tesztelik le, vagy nem mindig tesztelik le, és akkor úgy adják, hogy for parts or not working, de az is lehet, hogy működik, tehát, hogy jó, de ugye a zsákba macska, az rizikós azt megvenni. Úgyhogy azért érdemes used kategóriás venni. Na jó, ennyi, csak egy kicsi update-et akartam adni. És jó, várom nagyon ma, hogy megérkezzen. Na jó, pa. Ups. Ó, van a gomb.